Szalai Ádám vagyok, és nézze velem együtt az NSO TV-t. Bárányos, jó is! Ferencváros, Videoton, Vasas. Marián Vlach mind a három magyar klubnál megfordult edzőként. 1999-ben vállalt a zöld-fehéreknél munkát, és egészen a dobogó második fokáig vezette a csapatot. Tető középen megpattanó labda, Szűcs mit fogott meg? A horvát szakember Nyilasi Tibortól vette át a stafétát, és csupán egy évig maradt a Fradi élén. Amikor a Ferencvároshoz kerültem, a 8. helyen voltunk, amikor eljöttem, viszont a másodikon. Szerintem, ha maradok, a következő évben felérünk a csúcsra. És ott az egyenlítés. A 17 éves Szabics. Szabics Imre jelenleg a Sturm Graznál dolgozik, mint a klubjátékos megfigyelő rendszerének koordinátora. A Ferencváros korábbi játékos az 1998-1999-es szezonban házi gólkirály volt, sőt, Vlach egyik kedvence. Több jó játékos is volt az akkori keretben. Kiemelni talán Szabics Imrét, Mátyus Jánost, Vince Ottót, Udvarác Milánt, Nyilast és Füzi Ákost tudnám. Szabics kimagaslóan jó volt, tehetséges, gólerős. Ha jól emlékszem, egy-két év múlva igazolt a Sturm Grazhoz. A profi labdarúgás korszakának kezdete óta 32 magyar edző után elsőként Marián Vlach ülhetett külföldi trénerként a Fradi kispadjára. Vince? Igen. Oké. A zöld-fehér kaland után pár év horvát és szlovák edzősködés után ismét visszatért Magyarországra, méghozzá a Videotonhoz. Voltak gondjaink a Videotonban is. A legnagyobb probléma például a szervezéssel és azzal volt, hogy ki a főnök és ki nem. De azt gondolom, nagyon jó munkát végeztünk és jó csapatot csináltunk olyan játékosokkal, mint Nagy, Sitku vagy Farkas Balázs. 2011-ben az NB1 ötödik fordulója után hivatalossá vált, hogy a távozó Komjáti András helyett Marián Vlach lesz a budapesti Vasas SC edzője. 2012. januárjában menesztették, majd 2012. áprilisában ismét Vlach lett az angyalföldiek trénere. A szezon végén kiestek az élvonalból, és távozott. A Vasas abszolút nem volt jó számomra, mert mindennel problémánk volt. Akartunk néhány játékost igazolni, de azt mondta a főnök, hogy nincs rá pénz, emellett a játékosokkal is akadtak gondok. Bár Marián Vlach rossz élményekkel távozott hazánkból, azt nem zárta ki, hogy egyszer visszatérjen. Nem tudom, hogy hol leszek egy hónap múlva, nem tudom, hogy hol leszek egy év múlva. A foci ilyen, kiszámíthatatlan. Az edzőként kalandos utat bejárt 59 éves horvát szakember a közeljövőben biztosan nem vállal munkát hazánkban, mert december óta a Dinamo Zágráb akadémiáját vezeti.